Szia, nevem Richard, üdvözöllek! Ebben a videóban arról fogok beszélni, mi volt az az egy dolog, ami segített engem, hogy eredményeket érjek el, és mi az a három dolog, amit te nem fog kelleni majd csinálja, tehát én se kellett. Összehasonlítva más szisztémákkal, termékekkel, amik léteznek az online világban, ahol bizony kell, szükségesek ezek a dolgok. És akkor lássuk, mi is az első dolog. Le kell, hogy mondjam, hogy ez az egy pont, ez a lépés segített engem, hogy legyenek jutalékaim, tehát hogy legyenek eredményeim. Van a jutalékok, hogy 100 dollár, 250 dollár, 500 dollár, egy nap, tehát egy napi jutalék. És az első dolog, amit én tettem, az az, hogy választottam egy terméket. És kiválasztottam egy jó terméket. Miért mondom ezt? Azért, mert vannak olyan termékek, szisztémák, programok, ahol például te kell websájtot készíts. Van olyan program, ahol az eladási oldalt, tehát azt is te kell elkészítsed. Tehát nagyon fontos, hogy olyan programot, olyan terméket választ, amelyben nincsen website, nincsen az a, hogy te kell készítsél például egy elkapó oldalt megint. Tehát ezek ilyen technikai dolgok, megint tehát olyan, hogy ilyen technikai dolgok, amit elég nehéz, főleg, hogyha te egy kezdő vagy most az online világban, akkor elég nehéz ezeket is előállítani, és akkor olyan terméket nézi, amiben már benn van. Tehát csak van persze egy eladó oldal, tehát ezekre nincsen szükség. Tehát egy olyan terméket válasz, én is ilyent választottam, nem kellett foglalkozzak ezekkel, nem kellett azzal foglalkozzak, hogy előállítsam a terméket. A termék már megvolt, és egy egész szisztéma van beépítve ebben a termékben. Lehet, hogy te olyan vagy, ahogy mondtam, hogy lehet, hogy most látsz először egy ilyen videót, először hallasz ilyen termékről. El kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta termékek az affiliate termékek közé tartoznak, ezek a partner programok, és a nagy előny az egy ilyen segítés tulajdonképpen, hogy a terméket nem te kell előállítsad, és már egy szisztéma van beépítve, ami nagyon jó a kezdőknek. Lehet, hogy te most, ahogy mondtam, most látsz egy ilyen videót, affiliate, most hallasz az affiliate marketingről, vagy lehet, hogy valaki olyan vagy, aki már belekóstoltál az online világba, próbáltál eladni dolgokat, és talán frusztrált vagy, hogy nincsen egyáltalán nem volt eredménye, akkor talán lehet, hogy ez a videó tud neked majd segíteni. Tehát nem kell te hozzad létre a terméket. A egyetlen dolog, amit te kell csinálni, hogy a terméknek a linkjét promoválja. Tehát a link fogja majd neked tulajdonképpen elvezetni a potenciális vevőt, hogy téged vásároljon. Tehát, és így kapod meg a jutalékot. Tehát innen lesz a jutalék. És a pénz, ugye a pénzed, ami után ugye fizetnek. Tehát nagyon fontos, hogy használjad az előnyét egy ilyen terméknek, mivel hogy ezek a termékek általában az ilyen partner programoknál található, tehát az affiliate marketing üzleti modell keretében belül, ami az interneten megtalálható, és ezek, ahogy mondtam, nagyon ajánlottak azoknak, akik kezdők és most indulnak el az online világba. Te ugye megoszthatod ezeket a linkeket a
azokat az információkat, ami kapcsolatos ezzel a termékkel, és akkor, hogyha te megosztod más emberrel, akkor ugye nagy az esélyed, hogy az emberek a LinkedIn keresztül tőled vásároljanak, és akkor így megkapod a jutalékot, és már attól függ, hogy ugye milyen ára van annak a bizonyos terméknek, akkor neked azt majd ki fogják fizetni. És ez az a business modell, ami ugye nem veszítesz például, tehát lerövidíti azt az időt is, mint hogyha te kellene készítsél websájtokat, elkopoldalt, eladási oldalt, tehát ez hamarabb elindítható, és persze a kezdőknek is jó, de például haladóknak is nagyon jó, vagy például, hogyha egy olyan személy vagy, akinek van egy munkahelye, és tehát olyan személyeknek is jó, akik egy plusz kereseti lehetőséget akarnak, egy újabb kereseti lehetőséget, egy munkahely mellett, vagy talán van egy üzlete, és mellette tudja futtatni egy ilyen modell szerint, tehát az affiliate marketing modell szerint egy üzlet, egy hagyományos üzlet mellett is lehet futtatni egy ilyen üzletet, vagy ahogy mondtam, hogyha van egy munkahelyed, akkor munkahely mellett is lehet ezt csinálni, és lehet utána persze jövedelmet, plusz jövedelmet a munkáját. Tehát egyáltalán nem zavarja a munkáját, vagy hogyha van egy üzletet, tehát nem fogja zavarni. Mellette kiegészítésként fogod tudni majd ezt csinálni. Oké, akkor ebben a videóban ennyi lett volna, tehát nagyon figyelj oda, milyen terméket választasz, és majd a következő videókba kitérek még részletesebben, hogy hogyan is zajlik, és mik a ezeknek a termékeknek a sajátosságai. És akkor jó, ennyi lett volna ebben a videóban. Még annyit, hogyha akarod tudni, hogy melyik az én első számú ajánlatom arra, hogy hogyan tudnál pénzt keresni online. A videóm alatt van egy link, ahol megkapod az erről szóló információt. És akkor ennyi volt. Köszönöm, hogy nézted a videót. Minden jót kívánok, és szia!